Hányszor hallani, olvasni azt a neten, száguldozó motorosok, mert amikor kinyírnád a családomat, aki az autóba ül, akkor majd így csinálnék, meg úgy csinálnék, stb. És közben a helyzet, meg a valóság az, hogy az autósok azok, akik kinyírnak mindenkit. Gyalogost, biciklist, lovat, őzet, motorost, mert mennek, mint a homályökör. És egy olyan motoros jön a videóban, aki marha jó reflexekkel rendelkezett, szerencséje is volt, és azt figyeljétek meg, ugye nagyon-nagyon szeret mindenki, hogyha már mondjuk motorok közül válogat, használt motort vesz, és egyértelműen elmegy abba az irányba, hogy ABS-es motort vegyen, mert az a leghatékonyabb, meg az a nem lehet elesni. És igazából azért hívják ezeket segéd elektronikának, mert segítenek bizonyos helyzetek megoldásában, de azt nem garantálja, hogy a végletekig fog tudni segíteni egy ABS, akár hogyha becsűröd, illetve az sem mindegy, hogy egy ABS-es motort hogy lassítasz meg. Most egy olyan videó következik, ahol féktávon belül egy autós figyelmetlenül befordul egy szabályosan haladó motoros elé, és hallgassátok majd, hogy becsűri az első féket a motoros, hogy hogyan nyikog az első kerék, hallani az, hogy killódik az elektronika, folyamatosan fékezi az első kereket. A helyzet az, hogy a technikája nem volt jó a srácnak, tehát nem így kell egy ABS-es motort megfékezni, hogy hirtelen nulláról 100%-ig berántom, mert azt eredményezi, hogy megcsusszahat az első kerék, illetve hosszabb lesz a féktáv. Figyeljétek, hogy mi történik. Jön a motorosunk 60-nal, az autó befordul, nyik, és a legvégén marha szerencséje volt, meg jó volt a lélek jelenlét, nem kormányzott, hanem szerencsére pont akkor csúszott keresztbe az első kerék, és egy kicsit oldalirányba elvitt a motort. Még egyszer ezt lejátszom nektek teljes sebességgel, és figyeljétek, hallgassátok, hogy hogy nyikog a gumi, és hogy csúszom meg az ABS-es motor első kereke. És ott volt a csúszanás, és marha szerencsére reflexből visszarántotta a kormányt, és kivédte. Igazából tudjátok azt, és részben gyakoroljatok, menjetek ki egy üres helyre, ne nagy tempóval, 30-40-50 km/h, próbálgassátok az első féket, de mindig úgy, hogy először hátsó fékre léptek, és utána első fékezés, mert hatékonyabban lassul a motor, amikor hátsó féket is használod, illetve ne az legyen, hogy azonnal kopra bevered. Először húzd be 50%-ra, 60-ra, 70-re, 80-ra, aztán lineárisan, és akkor érzed azt, hogy a motor, ahogy lassul, és te adagolod a féket, akkor nem kezd el ilyen pattogásba, hanem pont az optimális lassulását fog megkapni, úgy, hogy az elektronika esetlegesen segítene akkor, amikor elcsusszanna az első kerék. De ha kopra bevered, akkor mire az elektronika észbe tér, arra az első gumi megcsúszhat, és esetlegesen te mondjuk a súlypontodat kicsit megváltoztatod, vagy belekormányzol, akkor el is tud csúszni az egész. Úgyhogy nem hülye biztos egyik fék sem, még a kanyar ABS sem, még a 100 milliós motoroknak a kanyar ABS sem hülye biztos, mert ha hülye használod, akkor nem fog tudni segíteni bizonyos határok fölött.